Üdvözlök mindenkit! Túlélő szigetcsoport késő esti 26. része. Igen. Na. Mondom is, mi a helyzet. Hát lesz itt még egy részecske most. Tehát, most úgy igazából, most mi a fene, most beakadta a lemez, vagy? Na. Voltam egyszer a Netherbe, felvételen kívül, mert ugye Frapszal nem tudok menni a Netherbe, mert akkor olyan irgalmatlan nagy lagok lesznek, meg ki is vagy a Minecraft, meg minden hülyeség. Úgyhogy, ja. Most akkor a következő, amit tenni fogok. Lehalt már így ezen. Na, most megpróbálok ide egy szép nagy zöld területet csinálni. De mellesleg nagyon bírom ezt a bakelitet, úgyhogy... Ja igen, és hoztam egy csomó gombát is. Ha minden jól sikerül, akkor még nálam is vannak. Fatálak. Na, akkor most megpróbálok majd állatokat leszpannoltatni. Az a nagy terv. De most miért jöttem vissza? Most... Ja, megvan, hogy miért jöttem vissza. Azért, mert nagyon bírom ezt a zenét, így most kicsit majd közelebb viszem. Na. Csak hogy így legyen ilyen kellemes zenei aláfestés. Igazából úgy vagyok vele, hogy megcsinálhatnám, hogy minden videó alatt halkan szóljanak ilyen különféle zenék, csak lusta vagyok hozzá. De mondom, ha már fogtunk egy ilyen jobb akadétet, akkor most ezt hallgatjuk. Elvileg minél nagyobb a zöld terület, annál nagyobb az esélye, hogy valami állat lesz pannol. Ezt a részt pedig... Ó, basszus, én szóval ezt a részt én itt úgy terveztem, hogy kialakítom egy ilyen... komoly kikötőnek. Nem tudom úgy, hogy hallani lehet, amit mondok, mert most is szól a bakelit, de hát hadd szóljon, azért van. Tehát ezt itt leszedjük szépen, milyen mér? Ezt a kis öblöt itt. Ellesleg itt nincs, érzek. Az ott föld volt, amit láttam. Hát nem tudom most így. Hogy föld volt-e, amit láttam, de más nagyon nem lehetett, mert... Na itt ilyen szépen tud majd befolyni a víz, nagyon jó. Nagyon jó lesz, de tényleg van.
Nem jó. Így. Hogy ilyen normális víz legyen. Tehát, hogy így ne legyen ilyen dzsuva víz. I like you so MLG pro, the sword's made of diamond, so come at me bro, huh. Training in your room under the torchlight, on that phone to get you ready. Elvileg, hogy hogyha azt hiszem, talán kettő mély a víz, akkor már simán be lehet ide parkolni egy csónakkal. Jó. Mellesleg én most közben belefeledkezek itt nagyban a zenébe. De remélem, hogy ez nem olyan nagy baj. Lol. Vezek, senki nem szól, hogy itt vas van. Na! Vas, vajon mennyi vas? De nem kevés mellesleg, mert ott is van vas, meg ott is. Hát igen, lehet, hogy most neki fogok állni ezt ott kiszedni. De víz alatt bányászni azt egyébként baromira utálok. Most jön a legjobb. Na. Na. Nincsen csákány. Itt a vasbalta, a mutkó is kellett volna, nem volt. Ha én még vasat akarok volna itt kiszedni, akkor jobb, ha ezt viszem. Most el akarom pazarolni mindenképpen a gyémántsákányt, mert... Mert a vége lesz a sorozatnak, akkor már semmire nem fogok menni. Na, milyen gyorsan viszi a gyémántsákány a vasat víz alatt. Mennyi tényező, ez már tiszta fizika. Azért most, aki azt mondja, hogy Minecraftnak nincs köze a fizikához, csak mert a legtöbb blokkra nem hat a gravitáció, az azért hülyeséget mond. Mert itt is van egy csomó változó, csomó minden tényező, csomó vegyértél meg. Bár az Minecraft kémia. Tehát egy csomó minden van azért itt is, ami úgy... Úgy olyan, hogy... Hogy nem olyan könnyű, tehát. Na. Na, itt közben itt bontogatjuk, így lefogom ezt a részt itt csiszolni gyakorlatilag. Ilyen szép sík lesz. Hogy így be lehessen jönni egy csónakkal, nehogy Isten, itt jönne valaki. Valaki meglátogatna a sziget csoporton. Ja. Ezt már nem szedjük szét, ott az már nem érvényes. Na így. Jó, most akkor még azt a részt itt leszereljük. Igazából úgy vagyok most, hogy hosszú hétvége végén, legesleg végén tartok, tehát így úgy, hogy... Úgyhogy ugye volt a hosszú hétvége, és most kedv van. Na. Körülbelül így úgy helyben vagyok. Na. Ez így nem fog összejönni. Ezt még itt így megcsinálom, és akkor már be fog tudni jönni majd egy hajó. Vagy akár több is. Na, mondjuk, de... Mellesleg például... Mennyi homok van? Van 61 homokom, akkor... Hopp, megfulladok.
Na. Jó lesz ez így itt. Most ezt azért töltögetem, mert egyrészt nincs nagyon mire másra használni a homokot, másrészt akkor már legyen ilyen szép sík. Most így igazából például ezt a nagy likat itt biztos, hogy nem fogom tudni feltölteni. A föld az meg, a földet meg nem akarom erre elpazarolni gyakorlatilag, mert az az lenne pazarlás, szintiszta pazarlás lenne. De... Jó. Hogy állunk a mobokkal? Így most tényleg, mert... Most apropó mobok. Könnyűn vagyok, jó? Akkor miért nincsenek mobok? Ja, mert hogy itt vagyok közel is, hogy... Van az a... 18 egység, vagy 14 egység szabály, vagy hogy. Na, ide vele. Jó. Ja, elvileg így jönni fog majd a... Az most itt a lényeg egyébként, hogy csináljak egy minél nagyobb zöld területet. Tehát most ilyen Greenpeace-es vagyok, hogy így. Na, körülbelül így. Csak nem mászik a fű, az a baj. Ha ezt most csináltam, akkor egész jó mászik a fű. Na. Akkor megyünk tovább, itt egy ilyen kikötő. Majd még ki fogom ezt szerintem így építeni rendesebben. Konkrétan, de... De nem majd, most kiépítem szépen rendesen. Mert nem fogok én itt alukálni, amikor van más dolgom is. Lassan vége lesz a sorozatnak, és akkor én aludjak. Hülye vagyok. Na, de abban, mint láttam volna egy kis kerítést, jó. De ez kevés lesz. Hoppá, amúgy mellesleg fogyóban van erősen a fám, tehát... Lassan lehet, hogy így kéne... egy kis fát csinálni. Jellemző, persze, hogy nem. De utálom ezt. Amúgy most semmi mob nincsen itt, vagy... Nem konkrétan értem, tehát amikor skyblockoztam, ott egy ilyen kis helyre oda spannoltak, nem tudom hány 10-20 mob egy ilyen picike helyre oda spannolt, és akkor most meg is semmi. Tehát így valahogy így akkor ez lenne, itt ez alatt nincsen, de ahogy nincs. Akkor valahogy így lenne. Na, ja, azért nem fog menni. És akkor mondjuk itt... Most hallottam valami... morgó hangot. Vagy nem tudom, hogy most én... hallok-e már rémeket, vagy... tényleg itt... morgott valami. Hát nem tudom. Ide most elvileg nem szabadna spannoljanak. De hát aztán az öreg isten tudja, mert itt a mobok néha olyan öntörvényűen spannolnak, hogy tényleg nem lehet ezt el így előre kiszámítani.
Ja, csak a Nether kapu hangjait hallom. Jó. Jó. Na. Ahó, azért. Na, ennyi volt. De amúgy ez egy szép nap, hogy így. Semmi mob meg így. Tehát így el van az ember. Ez ilyen el van az ember alapú dolog, hogy így. De mellesleg ezeket a retkes gombaragokat már kéne elszegetni, mert... Na, edd már meg. Azaz. Azaz, jól van, lacikám, jól van. Na. Még egy kis deszka. Jó. De amúgy ez most megint mire lesz elég? Ez két kerítés, az még nagyon kevés. Még kettő. És akkor ennyi volt, elfogyott a deszkám, basszus. Hajja, 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 hújja. Nagy baj lesz itt. Mellesleg nem, mert van saplingem, csak már így elszoktam attól, hogy fát vágjak. Most a vizé a másik, tehát a Shafter klientben ilyen Facebook-on játszottam, és most nagyon fura így nekem ez a textúra, amit itt most így produkál. Én ezt... Így valahogy, hogy... Ó, na végre hallom. Hát azért még kéne egy pár darab kerítés. A fű mellesleg az így... Az így nem akar ide lejönni és nőni. Mert egyszerűen nincs ám zöld terület, és akkor az így... Nem fog nőni. Na jó, menjünk egyszer nézzük, hogy miből élünk. Saplingek vajon hol vannak? Ja. Hello, Enderman. Na ki szúrja, hogy nézem? Ah, nem látja. De mindjárt kell fel a nap. Gyorsan meg kéne killelni. Oh. Így se rossz. Egyet megfogtam. Na most valahogy úgy kéne, hogy a... Na, így is megoldja a skeleton, szóval... Na. Fordítva sült el a bakelit csapda, de így is jó. Eznek meg már itt. Na. Ezeknek is már mindenkivel leszámolok itt. Na. Tiszta fehér bakelit? Na, ezt még nem hallottuk. De nem baj, mert itt van kint a lejátszó. Na. Na. Vasbaltát? Nincs vasbalta! Hát
rém ezekkel a vasboltával, hogy ha érzetelném, hogy hányszor volt olyan, hogy kellett a vasbolta és nem volt, akkor azért úgy elég szép nagy számot kapnánk, mert így. Hát ez nagyon hülye számokat raktak be ezek a Minecraftosok mindenhova. Szóval olyan ismerős? Ja, ja semmi most. Na most már kicsit túlzásba vittem a kerítéseket. Na basszus. Nem hallotta magát ezt a dalt még sohasem így. Ó, oh, nagyon összeér. Az utolsó kettő már pont nem kellett volna. Na. Van nálam csont most, ugye? Reme. És egy-két szepling is, akkor gyorsan mielőtt megint elhagynám a vasboltát. Gyorsan szeplingelünk. Áááá, bebuggolt a fal. Na, amúgy ezt a vasboltát is, hát kíváncsi leszek, hogy el tudom-e használni a résznek a végére. Amúgy olyan fajta elképzelés van még, hogy arra fogom használni, hogy ott a járatot kitágítsam ott lenne a... Kuss! Kussolj! 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 Na, beviszem, mert már épp eleget bakelitesztünk mára. És engem már kezdett égesíteni, főleg ez a Gangnam Style, vagy nem tudom mi az Isten. Ez már baromra kezdett idegesíteni. Most már nem azért, mert tényleg... De... Nem, tehát így örülünk, hogy tessék, van hangdobozunk, meg minden, nagyon jó. De ne vigyük túlzásba, tehát túlzott zenehallgatásos az nem jó. Fogalmam sincs, mikor kezdtem a részt ismételten, úgyhogy... Egyszerűen oltári. Ellesleg, hogyha én itt... Az jó. Mert most megijedtem, hogy ilyen hiányos a csapda, hogy így... Na, remek. Na, terjed a fű is, nagyon jó. Amúgy ez a bevégző, ez énnál lopta ki a mocskos anyját. Na, ide még egyet, aztán nagyon jól vagyunk. Azt mellesleg amúgy azért ástam, hogy a Skeletor jól bele tudjon lőni a Creeperbe, de hát úgy látom, hogy nem volt rá szükség. Ide meg már igazán spawnolhatna egy-két állat, tehát... Na. Most ez a kikötő ott elég hülyén néz ki, még majd elvileg tökéletesítek rajta, csak... Már most úgy... Hát én most úgy vagyok, hogy így most kicsit összeszedetlen vagyok, tehát azt sem tudom gyakorlatilag, hogy most mit akarok itt csinálni. És ez szerintem nagyon bánt, hogy vége lesz a szünetnek, mert én most mérhetetlen szomorúságot érzek. Na, gyerünk, menjünk, mert most nem az a lényeg, hogy szomorú vagyok, hanem annál sokkal fontosabb dolgot találtam ki. Ugye volt egyszer nekem egy olyan ötletem,
Most csináljuk meg azt, hogy a bányába így normálisan be lehessen menni. És igazából most rájöttem, hogy ezt hogyan lehetne tényleg megvalósítani. Csak kellő mennyiségű anyag kell hozzá. Amivel természetesen nem rendelkezem. Tehát valahogy, hát nem tudom, hogy hogy. Szuper, király! Nagyon jó, még az eső is elvett. Most nem akarom Nether Rockból csinálni. Na, csináljuk deszkából. Maradékot csináljuk deszkából, úgyis itt van a vasbaltám. Na. Az amúgy a lényeg csak, hogy viszonylag könnyen lebontható legyen. De hogy milyen jó, hogy végre le van egy kis deszkám, és akkor is így elbarnolászom ilyen hülyeségekre. Na remek, milyen rohadt mélyen van itt a... Hoppa. Na, ha nem akarok itt kijönni, hogy meg ne fulladjak. Na jó. És megint elfogyott. De nem baj, mert megint van szeplingem. Hoppá. Hoppá. Vasbaltám meg még mindig van. Na, remek. Most igazából ez ilyen nagyon sietni akarok ezzel, de nem lehet. Jajgatok. Na, és akkor gyakorlatilag, ha most minden a terveim szerint működik, akkor... Na, nem lesz elég az anyag, nem lesz elég az anyag, nem lesz elég az anyag. Hej, hej, nem lesz elég az anyag. Nem lesz elég az anyag, de nem érdekel, el, mert neveztek még egy falat. Á, ez igen kicsi kellett, nem baj. Jó, jó, megoldjuk. Tehát most így... Azért az összes szeplinget nem erre kéne elszúrni, nyilvánvalóan, de... Most... Ez ilyen... reflex megoldás szerű. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy összejön-e. És most fogom ezt a vasbaltát, és így... kibontom gyakorlatilag. Itt ugrál amúgy egy izé, egy bevégző, ha jól hallom. De hadd ne törődjek már most vele, mert most ez a fontosabbik. Na, hát kíváncsi vagyok, milyen mély a víz. Tehát végül is rájöttem, hogy az, ami ott lenn van, az gyakorlatilag nagy többségeiben ilyen folyóvíz, tehát hogy igazából, hogyha én innen elzárom a vizet, akkor azt onnantól kezdve oda már nem tud lefolyni, és akkor így gyakorlatilag én nyertem. Én győzek. Na. Akkor most csinálunk ebből egy új kört. Jaj, itt mi van? Itt nem folyik be a víz, ugye? Ja, nem, csak itt. Jaj, ezt még itt le kéne innét szedni.
Oh-oh, nagyon mélyre süllyedünk. Most mi az Istenért megyek csak ilyen lassan föl, basszus, kulcs. Hú. Oké. Milyen jó amúgy itt a víz így. Ilyen így, ilyen szakaszos. Hova raktam egy deszkát, elraktam a lajra. De se baj, mert van még sok. Na, azt is rossz helyre raktam, de az se baj, mert... Úgy is kellett egy kiindulási pont, így... Ajajajajajaj. Most annyira nem akarok belesüllyedni így a vízbe. Itt már alapból folyik a víz, tehát... Az ott a kertem körül, ott maradt egy creeper, vagy... Ez mi már? Ah, bocsánat. De most... Azért az úgy gyengéren érintene, hogyha most creeper a kertem körül matatna. Jaj, megint beleestem. Szerintem, hogyha én ezt mondjuk itt tegyük fel, hogy elzárom, akkor nem, még nem. Még nem, de én úgy érzem, hogy lassan... Lassan-lassan kivégezzük az állóvizet. Most mi a büdös fene van már? Na. Most azt is nézem közben, hogy nem jönnek el a mobok vagy valami, de... Nagyon egy vasszak most így itt dolgozgatni. De most ezt akkor is megcsinálom. Az... aznak vége. Ott egy zombi is ott van. Viszont most már nagyon... fogy a víz, tehát így az állóvíz így már nagyon elfogy. És szerintem szépen lassan az egész el fog fogyni. Bár azért jó bírja. Ja, igen, mert... Hoppa. Na... Azért fejlődünk, mert most már nem kell így mindenhova. Csak elveszítek nagyon sok deszkát, elveszítek ezzel. És ráadásul most már, hál' Istennek, most már vagyok olyan ügyes, hogy most már sodrás is van. Na, megvan, jó. Na, gyerünk. Ez amúgy egy régi nagy álmom volt, hogy így megcsináljam ezt a ványa bejáratot ilyen normálisra, de eddig még nem került rá sor. Hoppa. Na. Na, gyerünk, remek lesz. Jaj, most már el fogok rá tényleg gondolkodni, hogy nyomva tartom a shiftet. Itt például már lassan vége a víznek. Hoppá, 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 ez ügyi volt. Hát azért még csak nagyon lassan, mert... Szerintem kicsináltam. Na. Akkor ezzel meg is vagyunk. Persze azt mondom se kell, hogy azt nem gondoltam végig, hogy a bányába innentől hogy fogok lejutni. De most ez csak egy századrangú tényező. Na, ez akkor egy ilyen jó kör volt. Na. Ez olyan déjà vu, hogy egy ilyen random blokkal ütögetek egy pókot itt a tengerparton.
És egy fél életem maradt, csak egy tiszta déjà vu. De nincs kajám se, basszus. Úgyhogy most regenerálódni azt nem fogok. Már bocs. De az így kimarad. Na jó. Most önhatalmulag azt mondom, hogy tudom, hogy mikor vesztettem, tehát most így nagyon nem vagyok ma formában, mert tényleg lelombosz, hogy holnap iskola, és nem tudok, még annak se tudok örülni, aminek máskor amúgy nagyon szoktam, hogy itt vagyok, és túlélő szigetcsoportot veszek fel, tehát nagyon rossz ez így, ahogy van, de hát most mit csináljak? Na. Amúgy normális az inventory végre. Tehát most nagyon jó. Nagyon jó. Visszakaptuk a normális régió inventory-t. Most nem mintha nagyon használnám, tehát nem szoktam használni, csak így. Na, aludjunk egyet, basszus, hogy elmúljon az eső. Na. Jó, és akkor most gyakorlatilag lassan ebben a részben ennyit terveztem bele. Na meg ugye azt, hogy még valamit kéne zabálni. Ja, volt egy csomó dinnyém, csak ledobáltam. 64 dinnye. Így elvittem magammal a netherbe, mert mondom, hogy tartottam egy ilyen kisebb nether sétát, és igazából minden cuccomat ledobáltam ebbe a kis ládikába, és itt maradtak. De most így. Hát akkor most úgy is vagyok vele, hogy mindjárt ellenőrzöm, hogy időterén rájöttem, hogy ezt úgy lehet legkönnyebben ellenőrzni, megnézem mennyi a szabad hely. És úgy nézem, hogy ez már egy piszok hosszú rész lesz, szóval megint, de most minden rész ilyen nagyon hosszú, szóval mindegy. Szóval akkor így én megköszönöm a figyelmet, és még egy pillantást ide vetnem kell. Ja, köszönöm a figyelmet, sziasztok!